Hello, sziasztok! Miharu vagyok, és ez egy kölcsön kapott karakter, mert ugye az én fűkarim az bagos. Javítás alatt van az egyiken a megcsináltam Castiel-t, mint láthattátok. Persze az a Nathaniel-es karakterem, úgyhogy tökre örülök neki. És ezt egy barátnőm, vagy az van ismerősöm, csoportban lévő tag, Szűcs Viktória adta kölcsön, mert neki van elég akciópontja, és már persze kijátszotta a 9. epizódot, de visszajátszom, és remélhetőleg fel tudom nektek venni Lisandert. Igaz, vele volt randi, úgyhogy most nem tudom, hogy mi fog következni, vagy Lisander, vagy Nathaniel. És hogyha igen, tehát visszajátszuk. És nem tudom, miért ilyen nagy ez a képernyő. De mindjárt megoldom a helyzetet. Most az egerem is valahogy így kezd bekrepálni. Tudom, hogy ez... Na, mindegy. Na, akkor... Oké. Azt mondja, hogy... Jó játékot. Thanks. Na. Akkor fel kell venni a gyöngyös bikinit. Elméletileg ez már megvan. Ő ír nekem egy... Most ő persze vele vagyok így. Igen, itt ez már megvan. Jóvá hagyom. Mint lehet látni, ez tényleg nem az én karakterem, mert én mindig vörös, hosszú hajú vagyok. Na, mindegy. Tehát. Egyébként, azt is akartam még mondani, hogyha valaki, hogyha akarjátok, hogy legyen Lisander, vagy egyéb fiúk, akikre lehet hajtani, akkor, mert én nekem nem tudok most szerezni igazából annyi karaktert, hogy ezt mind fel tudjam venni, akkor van esélyetek esetleg arra, hogy vagy meghívlak titeket a játékba, és akkor ezzel tudtok nekem segíteni akciópontokkal, és akkor fel tudom venni a karaktereimmel, vagy mindig valakitől fogok kérni bizonyos tehát karaktert, de csak kölcsönbe, tehát ezt nem örökbe, tehát ezzel nem kell aggódni. Úgyhogy... Na, menj már innen. Valamit is akartam mondani. Tök jó kérdés. Hagyjál már békén. Cukros! Cukros bácsi. Ah, Castiel. Jól van. Akkor ez lesz a D-kes karakter. Mert ennek a kara ezt, amit kaptam kölcsönbe, ez minden pasival jóban van, kivéve a L-lel. Így nem szándékozom elrontani. Akkor Kasztian is jó fogok megadni válaszokat. És akkor közben jön itt minden. Na, akkor lássuk. Itt mindegyik egyébként leviszi, mint az előző videóban is elmondtam. Sajnos, és... Na mindegy, nem teljesen, de csak egy kicsit. Na. És beszélgetni kell Castiel-lel, és akkor jó lenne megtalálni ezt a Dék gyereket. Fussál már el. A Facebook, bocsánat, de mindig itten. Na. A Iris, menj gyorsban a
susnyába. A fenébe, azt mondja, könnyű máskat hibáztatni. Tényleg, akkor most jobb dolgom. Na, új feladat, figyelj démonra, és próbáld meg elkapni vissza, nem Castiel. Kíváncsi vagyok, hogy már én ezt a... Jó, nem. Nem lett gáz, nem. Bemegyünk a gimibe, és ott van a tengerpart. Én is szerettem volna ilyen gimibe járni még régen. Na mindegy. Hogy keressük meg a gazdáját. Aj, Iris, menj már innen. Hol van az a... Ah, itt is van. Azt mondja, hogy jó, itt átsorolunk ezeken a lényegtelen beszélgetésen. Na, semmi visszavágás, akkor igazam van. Azt mondja, hogy B. Ha például a bámulást majd hiszek neked, leleplezett, akkor maradsz. Ezért jól fog szórakozni. Oké. Na, hol van ez a drég gyerek? Na. A ennél azt hiszem C. Ja. Na, jó, most komolyan, hol van ez az ember? Valaki mondja már meg! Hol van ez a drég gyerek? Azt mondja, hogy ő itt az á, azt hiszem, így van. Valami elfoglaltságot démonnak. Na, jó van már, valahogy volt egy izé. Itt is van a faág. Kutyi kutyi! Cic! Hol vagy, te szerencsétlen? Na végre! Tehát keres meg Iris és Márthozatok együtt. Hello, Iris. Meg kell keresni a papucsot. Jó, próbálok takarékos lenni. Itt a papucs. Vissza Irishez. Fickó jöhetne a kis ez izéjével. Tessék. Naptej. Na, itt van az emberkénk. És
azt mondja, új feladat, is el kéne a srácnak időt hozzá beszélgetni. Na. Köszi szépen. Nagyon szép, mint te, nagyon örülök, blabla. Hát most meg hová tűnt? Hát beszélgetünk és erre eltűnik, hogy működik az ilyen? Na mindegy, tényleg én is vagyok validolvosi, blablabla, blablabla, szörfözzel, az király. Köszik, igen, nagy kell, beszélgetés vége. De és hirtelen eltűnnek, elteleportálnak egy másik világba, vagy én nem tudom, tehát így. Tadá! Keni a hatabát! Király! Azt mondja, hogy na. Azt mondja, hogy igen, igen. Na. Jó. De hónapok óta nem volt csajja. Hát ez jó. Iris, hol a francba vagy? Fura az ember, én tudom, hogy cukros bácsi. Tuti. Az ember mindenhol ott van. Na, azt mondja, mi az nem tetszik? Na, helyes válasz. Ha jól emlékszem, azt hiszem C. Na. Bocsánat, csak a Facebook vágyok kinyomom. Ha! Na, tehát, már mind... Igen, tudom, mondtátok, hogy a videóban, hogy mikor így nekem a Facebook így bepittyen, akkor azt hittek, hogy nálatok is, de most kikapcsolom a kedvetekért, mert hát, hogy ne legyen zavaró. Na, tovább, nem magyarázok ennyit. Majd így olvassátok el igazából a dolgokat. Új feladat, keresd meg a mozgó árust. Hát... Hello! Vagy cukros bácsi. Hello! És akkor most mi van? Ott két fánkolt, miközben a víz volt, ott jobb lesz. Jövök. Keresd egy helyet, ahol megehetitek a fánkot. De hánysz, Iris, te menj milyen haza, nem tudom hánysz... Halljátok, ez nem akar hazamenni. Ez a csávó pervers, de kis aranyos. Na, szóval. Új feladat, mennyi idéket a tengerpart és beszélgess vele. Hát, szerinted hol vagyok, hanem a tengerparton? Tehát így... Ne szórakozzál velem. Bemegyek a vízbe.
azért, mióta, nekem itt ne hagyjon már be ilyen képeket. Kaptál egy új képet, juhú! De egész helyes, nem? Vagy csak nekem? Csak nekem? Nem tudom. Én ilyen most elpirultam. Tehát én nem vagyok hozzászokva az ilyen nyomuláshoz. Szóval a valójában hozzá vagyok szokva, de így játékban nem. Na, mindegy. Lényeg az, hogy sikerült a csókolózás. És a lényege az, ezt még gyorsan így elmondom, hogy tehát nem lehet csókolozni Castiel-lel, vagy Lysanderrel, vagy stb. Amit láttatok képet fent az interneten, ugyanez a kép, csak tehát más hajjal, és tényleg úgy néz ki, mint Castiel, Lysander, stb. Azok nem ők, az csak egy fanart, tehát az csak meg lehet szerkeszve nagyon jól és nagyon ügyesen, tehát csak bele lehet csókolózni a vízben. Úgyhogy ennyi. Felém, ha jól ül. És gratulálok befelé, ezt köztel találkozt az epét, sajnos a körülős nyaklánc, az ajándékod megtalálhatod a ruhás szekrényben. Tehát, és akkor itt lehet látni, hogy megint ura lehet játszani. Igazából az még kéne még 200 XP. Miért jöttem be? Nem tudom. Ja, nyakláncot megtekinteni. De mint lehet látni, hogy ő, mivel egyszer randizott Lysanderrel, ez itt a Castiel-nek a nyaklánca, ez itt a Lysanderé. Tenyésztett gyöngyi nyaklánc. Úgyhogy nem rakok ki neki semmit, mert nem az én karakterem, úgyhogy visszaöltöztetem. De azt viszont remélem, hogy izé, ami szexusan visszaöltöztetjük. Tiri. És... Cip. Jaj, de cuki mamusz! Csipcsop mamusz, beszalsz! Azaz, bocsánat. Nem akartam csúnyán beszélni, de ez most úgy nagyon jött magától. Nyár van, most ezt vegye föl. Nagyon trendik vagyunk, amit cipeldük. Nincs maga a sarku? A francba. Ajaj. És akkor ez illik hozzá, és mit akartam? A cipőt. Valami, hát nem mamuszt. Egy kis topánka. A színe nem a megfelelőbb ez a ruhához, de elmegy. Na, mindegy. A fekete mindenhez megy. Kész. Oké, akkor ennyi. Köszönöm szépen, megnéztétek. Lesz Lysanderes videó, szintén kölcsön fogok valakitől kérni karaktert, és akkor megpróbálom, tehát szerintem a Vikinek lesz a másik karakter, amit kölcsön kérek, amit tudjam nektek csinálni, mert az enyém valamiért nem működik, úgyhogy nem tudom nektek, úgyhogy csak is kölcsön kapott karakterekkel fogok most ilyen pillanatban, amíg nem lesz kijavítva. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, nem beszélek tovább, és akkor sziasztok!